A magyar és osztrák honvédelmi és belügyminiszterek röszként találkoztak csütörtökön, hogy újra gondolják a határvédelmet. Az intézkedések része az az új törvény is, amelynek értelmében a magyar határ 8 kilométeres sávjában elfogott migránsokat a tranzitzónákhoz kísérik, hogy ott adhassák be menedékkérelmüket. Ausztriának is érdeke a Schengeni övezet megerősített védelme. Komolyan vesszük a két országot érintő problémát. Ez közös ügyünk, és itt már nem csak szavakkal kell fellépni, hanem valódi intézkedéseket kell hozni. Éppen ezért biztosítunk 20 rendőrt Magyarország számára. Szerbia határaira pedig akár már augusztusban megérkezhet a magyar rendőri és technikai segítség. Pintér Sándor magyar belügyminiszter és szerb kollégája egyetértettek abban, hogy a migrációs helyzet megoldását csak közös európai összefogással lehet elérni. Ha sikerül a terveinket megvalósítani és Szerbia külső határait megerősíteni, hogy kevesebben jussanak be Szerbiába, akkor ez nem fog gondot okozni a szerb-magyar határon se. Ha kevesebben jönnek, vagy nem jönnek, azok nem tudnak feltorlódni. Nebojša Stefanović szerb tárcavezető közölte, naponta 6-700 migráns érkezik Szerbiába. Mi korábban jellemzően Macedónia felől lépték át a határt, most többen jönnek Bulgária irányából. Ez a létszám lényegesen alacsonyabb a tavainál, de ha nem tesznek ellene, újra gyorsan emelkedhet. Potrebno nam je da jako dobro, jako čvrsto zaštitimo Republiku Srbiju od ilegalnih migracija, dakle od svih onih koji protivzakonito hoće da uđu na našu teritoriju. Naravno da svima koji zatraže azil u skladu sa međunarodnim pravom pružimo mogućnost da zatraže azil, ali ne da im to bude izgovor da se samo slobodno kreću po Srbiji i da pokušu ilegalno da prelaze u treće zemlje, jer od toga imaju štetu i Srbiju. Stefanović hangsúlyozta, a határokat a lehető legdélebbi pontokon kell megvédeni, a bolgár-török, a bolgár-görög vagy a macedón-görög szakaszon. A tárcavezető leszögezte, Szerbia nem akar gyűjtőtáborrá válni, ahonnan a menekültek nem tudnak tovább menni.